Ez a Budaörsi Kultúra körvonala, a Kontúr, a TV2040 kulturális magazinja. Jó estét kívánok! Az ides és Budaörs napjának egy-két felejthetetlen pillanata, hangulatkép a Kamaraerdei Közösségi Ház szabadtéri családi délutánjáról, és néhány műhelytitok Gulyás Boglárka iparművésztől. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő fél órában. Adásunk első részében egy igazán tevékeny és aktív iparművészhez, Gulyás Boglárkához látogatunk el, akit munka közben kérdeztünk legújabb terveiről, művészi elképzeléseiről. Gulyás Boglárka igazán termékeny és sokoldalú budaörsi művész. Könnyed és kifejező grafikái mellett nagyon szívesen fest fára, vagy éppen farost lemezre, egészen egyedi képi világgal. Rendszeresen állít ki Budaörsön, többnyire csoportosan, barátaival együtt. Legutóbb a Mi utcánk fesztiválon láthatták az érdeklődők a képeit. Nem először látogattunk már a Gulyás Boglárkához megtekinteni, hogy éppen milyen új ötlettel próbálkozik, illetve hát mi az az álom, amit éppen meg szeretne a képzőművészet vagy az iparművészet segítségével jeleníteni. Látom, hogy valami kis cipők kerültek elő. Hát honnan vannak ezek a titkos cipelők, és hát hogy kerülnek rá egy cipelők egy ilyen szép fadarabra? Nagyon jól mondtad, mert iparművészeti alkotás szerintem ezek az én cipőim voltak. Már nem fér rá a lábamra, de anyukám időnként visszaadja a régi holmiaimat, és ezek olyan aranyos, olyan szépek, olyan jó kis tartós munkák, hogy még tartósabbá szeretném tenni. Úgyhogy lefestettem erre a deszkára, de még nincs kész. Csak dolgozok rajta, hogy térben legyen. Van ennek valami elképzelés, hogy miben lesz együtt ez, vagy csak a cipő jelenik meg és nyúl ki valahogy a fából, vagy egy koncepciónak a része lesz majd ez a cipő? Jó kérdés. Még nem találtam ki, de az eredeti elképzelés az, hogy ha valaki majd a falon nézi, akkor olyan legyen, mintha kiemelkedne az alapról, a deszkáról, és igaziból semmi más nem képzeltem rá, csak ezt a két darab cipőt. De majd meglátjuk. Majd. Mennyire eklektikus egyébként az, hogy éppen mivel foglalkozom, mert ugye nem olyan rég még az új aranykor kezdetét harangoztuk be a Postarton, ahol egészen más jellegű dolgok jelentett, meg teljesen más képi művészeti világ. Ez egy kicsit attól teljesen elrugaszkodik, lehet azt mondani, nem is kicsit, hanem nagyon. Hát attól függ, hogy mit gondolunk róla, mert mondhatnám akár azt is, hogy hát ez készül az új aranykor kiállításra, mert az én aranykoromról van szó. De igen, az a kép valóban ott van a Postarton, és hát szóval aranykor az sok mindent jelent. Nekem, ami megszületik a fejemben, azt valahova gyorsan lerajzolom, valahova előkészítem, kerülkérek hozzá való fa alapokat, és amikor úgy a fejemben elkészül, van egy félig kész, legalább félig kész képet látok róla, akkor elkezdem csinálni, készíteni. De van olyan is, ami, mint például ez a kép itt a hátam mögött, ami csak egy pillantás volt, és gondolkodás nélkül elkezdtem. Amit látunk is, hogy egy kicsit arrébb pukucskálunk. Igen, én interjúrt nem is csináltam. Igen, tehát ez nagyon gyorsan ment, és főleg, hogy ki szerettem volna próbálni a porpasztelt, hogy mutat deszkán, tehát olyan felületen, ahova nem való amúgy abszolút, és egész jól működik. Tehát alapvetően még mindig az, hogy amit látsz, amit hirtelen megérzel, azt próbálod megjeleníteni, tehát semmire nem készülsz rá koncepció, hogy van egy elképzelésed, amit szeretnél megfesteni, és arra tudatosan készülsz, hanem inkább hagyod magad sodorni. Igen, tehát akkor kezdek el dolgozni, hogyha jön egy benyomás, egy ötlet. Úgyhogy tudatosan rákészülni nagy képre, amit majd szépen lassan, sok-sok óra, hét alatt elkészítek, olyan ritka, nem is nagyon volt még olyan képem. Mert egyről tudok, talán azért egy nagy álomról, ami még ugye a könyvtárban vár ránk, ha jól tudom, csak ja, az még... igen. Ó, igen, az arra nagyon elő kell majd készülni, de az másról fog szólni. Ott technikailag is az egy nagy kihívás lesz. Majd meglátjuk, majd ha oda kerül a dolog. Addigra szeretnék kész ötlettel menni. Úgyhogy kicsiben megrajzolom, megtervezem, és aztán azt fogjuk fölnagyítani,
azt a mintát a falra, de hát erről még senki nem tud különben, Hát most már hogy rajtunk mik a keresztül egy tervek. páran megtudták a tervet egyébként, tehát azért elárulom, hogy ugye itt egy hatalmas nagy ház felületéről van szó, ami a könyvtár hátsó udvarában van, és egy hátteret adna mondjuk egy kulturális programnak, ha valamikor majd a könyvtárat is felújítják, de csak úgy mellékesen hozzátéve, de ez még ugye a jövő zenéje. Alapvetően egyébként kicsiben vagy nagyban könnyebb vagy jobb dolgozni? Nagyon sok évig csak kicsiben dolgoztam, most is szeretek kicsiben. A nagyobb munkák inkább kihívást jelentenek, még most is. Pedig tudom, hogy érdemesebb nagyobban dolgozni, látványosabb, izgalmasabb lehet. Az emberek, akik felé közvetítem a gondolataimat, jobban oda mennek, többet kérdeznek, mint hogyha csak egy kis munkát hoznék. Úgyhogy elkezdtem nagyba dolgozni, nagy levegővétellel. De olyan óriási nagyban még mindig nem. Van egy munka, egy 2x1 méteres vászon, amit nem régiben készítettünk, Nagy képűek című show műsor keretében. Igen, az igen, igen, igen. Megnyíló tárlat. Igen, és na hát az volt eddig a legnagyobb. De azt se tudtam fél óránál tovább csinálni. Tehát amin én dolgozok, inkább apró egyszerre, mikor. Inkább igen, egyszerre rövidebb ideig dolgozok vele, és aztán egy másikat folytatok, és aztán visszatérek ahhoz a munkához, amin éppen előtte, vagy azelőtt dolgoztam. Gyakran nyúlsz egyébként egy-egy munkához, és akkor finomítasz, vagy módosítasz rajta? Például ott van Győrfi helyben alkotó, például A-ból elindul B-re, és utána soha többet egy ecsetvonás nem tesz, akkor teljesen az ellenkezője, jön egy ötlet, akkor még hozzáteszed, vagy átdolgozod? Amíg vagy van még, egy pont, amíg amikor még azt nem gondolom mondod, késznek, de onnantól, hogy késznek gondolom, onnantól már nem nyúlok hozzá. Mert akkor elindul egy új folyamat, akkor máshogy látom, más élethelyzetben vagyok, más csinálnék, máshogy folytatnám, és nincs kedvem az egész képet újra festeni. Akkor abban a pillanatban, abban a folyamatban teljes volt, és teljes is marad. Úgyhogy nem nyúlok hozzá. Ezen szoktam alakítani, mert egy új technikával az ember úgy azért küzdik. Hát megyünk egyébként, meg tudom mutatni, hogy milyen nehéz például pasztellel dolgozni ezen a, nem is tudom mi ez, pozdorja, vagy fa, vagy milyen alapanyag ez, amire ebből én nem látom. Faroslemez. Hát ez egy faroslemez, igen, és van ez a, tehát annak van egy struktúrája, főleg, hogy lealapoztam előtte. És hogyha elkezdek rá dolgozni, vagy akár itt, csak kicsit mozog, elkezdek rá dolgozni, akkor lehet látni, hogy nem sima a felülete, hanem ilyen kicsit és azt látom, hogy porlik is, tehát mennyire marad porlik, meg egyébként úgyhogy, rajta a pasztán. Használom a kezem, úgyhogy elmasztatolom, akkor viszonylag sima felületet kapok, de egy fal felületen kísérletezem, ahogy látjátok, mert hogy ez is egy fal, és a fal ez lehet rücskösebb. Aztán, és ez mennyire marad meg? Vízzel nem lehet elmosni, ha vízzel, ha ecsettel rámennék, akkor összeállna csomogva, és csúnya lenne. Úgyhogy ami már pasztele van, az arra nem tudok rámenni festékkel. Itt látszik is, hogy próbálkoztam. És ez mennyire marad meg? Mert látom, hogy ugye éppen most nem vagy porlik, tehát fölviccel valamit, hogyan lehet tartósá tenni, vagy pedig ez egy olyan alkotás lesz, amit a szél... Ja, aha! Ezzel. Hát... Hajlakkal. Ami nagyon jól működik, hogyha lefújom, de most nem merem lefújni. Mert még nincs kész, hát gondolom. Mert még lehet, hogy alakítok rajta, de most látom, hogy ez jobb, hogy fehérebb, mint az előbb. Tehát akkor lefújom, és utána nem maszatolódik el. Például ezt a feketét lefújtam, és... Aha, tehát így már tökéletes. Csak utána már nem lehet gondolom hozzá nyúlni, tehát onnantól kezdve, vagy lehet? Hát ugyanúgy rárajzolhatok. Hogyha most fognám a krétát, és rárajzolnék. De azért ne tegyük mássá a képet, mint amit. De csak így mutatom, tehát így teljesen jó. Egyébként mennyire szeretsz pasztellal dolgozni, vagy szoktál-e pasztellal dolgozni, és ha igen, akkor milyen formában? Mert azt mondtad, hogy ez egy kísérlet. Most kezdtem el pasztellal dolgozni, és azért érdekes, vagy azért örültem neki, hogy van ez a lehetőség, mert egy biztonságot ad nekem. Szóval, hogyha, főleg ha nagyobb képen dolgozok, és valamivel nem vagyok biztos, akkor kipróbálom, hogy az adott szín hogy működik. Én vonalba
mindig vonalba gondolkozok. Én grafikus vagyok inkább, mint festő, és a színekkel igen gyakran nem, szóval nem vagyok biztos a szín hatásokban, hogy mi hogy néz ki együtt, és ezért ki kell próbálnom. És a pasztel az arra jó, mint ahogy előbb is mutattam, arra jó, hogy vissza lehet törölni. Úgyhogy kipróbálom, hogyha jó, akkor marad, és akkor festéket fogok, kikeverem, és azzal az árnyalattal dolgozok. Ha viszont nem jó, akkor visszaszedem, és próbálok valami másikat. És a pasztel visszaadja ugyanazt, mint egy festék? Mert ilyen keverésnél, árnyalásnál? Hát a pigment a lényeg, aha, igen, hogy a színt visszaadja. Tehát nem feltétlenül a felület simasságát, durvaságát vagy fogja visszaadni, de a színt, a színharmóniát, hogy az jó-e, nem jó. És nekem ebbe kell biztosnak lenni, ha festek. Ejtettünk már egy szót a pasztelről, ejtettünk szót ugye a kicsit iparművészeti vonalról, viszont nagyon sok grafikát látok itt, meg kimondottan grafikai jellegű munkákat. Ezek hova készülnek, vagy ezek mennyire újak, vagy mennyire új koncepció nálad? Viszonylag új koncepció, hogy faros lemezre dolgozom, de ugyanolyan technikával, mint amilyen technikával ezeket a kisebb grafikákat készítem. Úgyhogy megpróbálok nagyobban gondolkozni, és szeretem lendületesen felrajzolni az éppen adott témát, és utána színnel kitölteni egyes részeit. Nem biztos, hogy végigcsinálom, valószínű, hogy marad olyan része, ami vonal marad, mint ezeknél is, ezeknél a kis grafikáknál. Nem szeretem végigvinni az ilyenféle képeimen az egész történetet színesben, mert hagyni szeretnék valamit a nézőnek. Nekem nem úgy teljes egy kép, hogy tökéletesen ki van festve, és végig precízen, hanem akkor kész egy kép, hogyha a lendülete tovább viszi magát, ilyet, a témát olyan, is. Mint a versnél, hogy az ember földob egy gondolatot, de nem fejezi be, és akkor meghagyja a nézőnek, hogy fejezze be, gondolja tovább az egészet. Legközelebb akár egy ecsetet is adsz nekik, hogy fejezzék be. Már volt ilyen. Már volt ilyen, igen, hogy igen, igen. Tehát rájuk van bízva. De én szerintem ezt nem tudatosan kezdtem el, hogy így készítem ezeket a rajzokat. De sok ilyen képet van, de akár nagyon mi. Sok van, igen, igen. Hanem egyszerűen nekem így van kész. Aki azt szeretné, hogy befejezzem, az majd külön megkeres vele, hogy befejezzem, vagy csináljak róla egy hasonlót, és akkor azt készre. Az már megrendelés kategória. De amiket nem megrendelésre készítek, azokat én így tartom késznek. Egyébként, a lendülete megmarad. Ha már egy szóba jött egyébként egy művész, mennyire kategorizál be egy megrendelés például? Tehát mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz úgy dolgozni, mert ugye akkor elvész valahol a művészi szabadság. Például itt, hogy muszáj befejezni, mert hogyha nem kerül, igen, oda a piros pántlika, mondjuk annak, aki megrendelte, akkor, igen, ő meg fog sértődni, mert ő neki ez egy gyerekkori emlék, hogy nincs rajta a képen, akkor nem, igen, ír az egész semmit. Tehát mennyire korlát ez egy művésznek egyébként? Elég komoly korlát, de én nem vagyok annyira elvont, hogy nagy gondot jelentsen, és főleg, hogy az én vívő alapom, amire szeretek, amire a megrendeléseket is általában kérik, az deszka, ilyen öreg deszka, ami már eleve meghatároz egy bizonyos fajta stílust, és nekem nem kell átváltoztatnom magamat, a stílusomat azért, hogy egy megrendelést teljesítsek, és ez elég szerencsés. Ez elég, vagy ennek nagyon örülök, mert lehet, hogy máshogy nem is tudnám ezeket a megrendeléseket, csak nagyon szájhúzva teljesíteni, de nem, én így nagyon nagy örömmel dolgozok. Főleg portrékat szoktak kérni tőlem, és a portrékat deszkára. És úgy adódik, hogy kell csinálni egy átfogó kiállítást, és azt mondja valaki, hogy kölcsön adja azt, amit róla festettél, akkor ezeket te kiállítod, vagy azt azért mégsem tekinted annak, hogy az a maga a művészi alkotósorozatodnak a része, ezt például kitennéd, vagy nem tennéd ki ezt a képet? Nagyon jó kérdés. Van, amelyiket kitenném. Igen, van olyan, ami beleférne, pontosan azért, mert annyira nem változik a stílusom, ami az a kép, ami deszkára készül, ott körülbelül egyféle stílus az, amire lehet számítani. Úgyhogy van egy csomó deszka kép, portré, ami beleférne az ilyen kiállításba. Nem az összes, egy-kettő, azt megválogatnám azért, de attól függ, milyen deszkára készült.
az a kép. Most látott alkotásokon vagy félkész alkotásokon mellett milyen terveid vannak itt az őszre, és hát legközelebb hol találkozhatnak veled, mondjuk akár a budaörsiek, vagy akik Budaörsről szívesen elzarándokolnak egy kiállításra, és már tudod, hogy lesz, lehet bennük része. Hát szerintem először az utcán, és én bárkinek örülök, ha az utcán összefutunk és beszélgetünk, meg a könyvtárban. Konkrét kiállítás most az őszre nincsen tervezve, térre van, de még arról sem mondok semmit, mert még én sem tudok sokat róla, úgyhogy majd meg lesz hirdetve, hogyha lesz valami biztos. Igyekszem nagyban dolgozni továbbra is, de szeretném minden napra meghagyni ezeket a kis festménygrafikákat, mert tervezek majd egy kiállítást, hogyha találok egy jó helyszínt. Nagyon sok ilyen munka van, de szeretném őket kiállítani valahol, majd meglátjuk, hogy mikor sikerül. Hát akkor, ha más nem, legközelebb találkozunk egy kiállításon valamikor télen, és akkor megnézzük, hogy hogyan folytatódik az új aranykor Budaörsön, merre tendál a helyi művészet. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Kulturális visszatekintőnkben most két érdekes szabadtéri programot emelünk ki. Elsőként a Város Nyár Búcsúztató Fesztiválját, ahol a korábbi évek hagyományainak megfelelően koncertek, szabadtéri játékok, bemutatók és vásári forgatag is várta az érdeklődőket. Aztán megmutatjuk a Kamaraerdei családi délutánt is, ahol báb előadással várták az érdeklődőket szabadtéren. Édesüs Budaörs napja! Szeptember első hétvégén rendezték meg a főút egy szakaszának a lezárásával a nyár vége talán legnagyobb kulturális eseményét, az Idesüs Budaörs napját, sok-sok koncerttel, játékkal és kirakodó vásárral, ahol a színpadi előadások mellett civil szervezetek és kisebb alkotó közösségek is bemutatkozhattak. A Budaörsi Tanoda nyitott kórusa és a Romanoglaszó együttes koncertjén a település polgármestere is fellépett a kórus tagjaként, majd az előadás után felidézte, hogyan is indult el az egész annak idején. Nagyon nehezen lehetett közlekedni, nehezen lehetett megközelíteni az itteni szépen kialakuló üzleteket, és akkor a út felújításánál hát egy nagy felfordulást okoztunk. Elterelések, az itt élőknek nagyon kényelmetlen volt hazajutni, szóval sok problémát jelentett. Ugyanakkor, amikor elkészült, akkor mindenki nagyon örült, de úgy gondoltuk, hogy valamilyen kárpótlást adjunk a felfordulásért. Itt van a nyár vége, vége van a pihenésnek, nyaralásnak, elkezdődik az iskola szezon, csapjunk egy nagy bulit. Hát így indult. Balatoni paloták, víz alatti ablakán, benézek, benézek, játszanak, ezen észek. A mocsat hegedül, énekel a keszeg, nem vagy egyedül, mindig veled leszek, leszek. Bony király a fikkely trónon új vendéget vár, hullámlóban érkezik a nyári napsugár. A délelőtt a jól bevált tematika szerint a gyerekeknek szólt. Sorra váltották egymást a népszerű előadók, fergeteges hangulatot alakítva ki a színpad előtti téren. Az üzenet az rém egyszerű, ugyanaz, mint eddig, jöjjenek ki a családok, érezzék jól magukat, építsünk egy közösséget itt Budaörsön, legyenek jó programok, legyenek igényes programok, és mindenki érezze jól magát ebben a szabad városban. Este a Lóci játszik, Poprock együttes és a Hősök formáció lépett fel, dinamikus és fiatalos zenével töltve meg az ideiglenes közösségi teret. Thank you.
Bőfél órával a meghirdetett báb előadás előtt már a mesék világába repítette a bátrabb gyerekeket nem vicc elek bohóc kosaras körhintája a Kamara Erdei Közösségi Ház legutóbbi szabadtéri családi programján. Az arcfestésre is rengetegen vártak, akik pedig tartalmasabban szerették volna eltölteni az idejüket, azokat Kánya Adrián hívogatta egy kézműves foglalkozásra. Mire összegyűlt a közönség, addigra megérkezett Bölöni Réka bábművész is titokzatos ládájával, amely most is, mint más hasonló alkalmakkor, izgalmas meséket rejtegetett. Hát én ma nagyon izgalmas dologgal készültem a gyerekeknek. Nézzetek csak ide be a ládámba, gyertek ide be, akkor lehet kukucskálni. Most kivételesen rókás mesék lesznek, na ő nem róka, hanem a róka alul van, és majd később fog előjönni. De itt van egy egész róka család. Nézd csak! Itt egy róka apuka, itt egy róka anyuka, és egy rossz csont róka kölyök, majd meglátjuk, hogy mit csinál. Úgyhogy Réka néni most készül, mert a gyerekek már itt vannak, és mindjárt kezdjük itt a Kamara Erdei Közösségi Ház programját. A kis Gézengúz Róka Rudi története sokakat csalta rögtönzött ki színpad elé, ahol a kezdeti rácsodálkozást követően egyre több gyerek csatlakozott aktívan is az előttük kibontakozó történethez, néhol a rókákat, néhol pedig a nyuszit, vagy éppen a hollót segítve. A róka anyuka és a róka apuka elindultak a sűrű, jaj, azt hitték egy vadász jön, a sűrű sötét, jaj, hol a vadász? Elmentek vadászni. A szabadtéri programhoz csatlakozott a Zöldkövet Egyesület is, akik a Zöld Családi Nap című projekt segítségével hívták fel a jelenlévő gyerekek és szülők figyelmét a környezet tudatosságra. A KEHO programnak egy részeként, ez is egy állomásunk, és alapvetően a fiatalokat és a gyerekeket szeretnénk a környezettudatosságra nevelni, és ehhez kapcsolódóan kézműves programokkal készültünk. A rendszeres szabadtéri báb előadások mellett számtalan készségfejlesztő gyerek és családi programmal várja idén ősszel is a vendégeket a Kamara Erdei Közösségi Ház. Ezzel az októberi kontúr végére értünk. Kulturális műsorunkkal legközelebb november elején jelentkezünk. Addig is várjuk észrevételeiket, ajánlataikat a tv2040@tv2040.hu e-mail címre. Viszontlátásra!